Vendégem Balázs Elemér, szia, jó estét! Először is gratulálok, hogy 20 évesek lettetek, és hogy megjelent a 10. albumotok, viszont nem csak azért különleges ez a 10. album, mert hogy egy kerekszám, hanem azért is, mert hogy mindenki írt egy-egy dalt rá. Ez általában amúgy így néz ki nálatok, hogy ilyen a munka, vagy most ez egy teljesen újdonság volt számotokra? Ez egy teljesen újdonság volt számunkra, hiszen az eddigi albumainkon az öcsém és én voltam többnyire a zeneszerző, illetve játszottunk más zenészektől is, akik a zenekarban közreműködtek, de most ez tényleg egy nagyon ünnepi hangulatra sikeredett azáltal, hogy tényleg mindenki hozzátett egy kompozíciót ehhez az anyaghoz, és ami óriási, hogy ennek ellenére egy tényleg egységes, igazi back soundot tudtunk összehozni. 20 év. Szokták azt mondani, hogy még gombócból is sok, de hát fantasztikus, gratulálok. Hogyan tudtok amúgy úgy évről évre mindig megújulni, és mindig valami más mutatni a közönségeteknek? Mi itt a titok? Egyrészt ugye nagyon boldog vagyok, mert valahogy mindig olyan zenészeket sikerült ebbe a zenekarba elhívni, akik nagyon jó zenészek voltak, nagyon jó zenészek, és nagyon hozzá tudtak tenni ehhez a zenekarhoz, tehát nagyon komolyan vették, és rengeteg energiát fektettek ebbe a zenekarba, és azért tudtunk ilyen sikeres lenni, és mindig megújulni, mert valahogy hál' Istennek a Józsival jó szemünk van hozzá, hogy kiket hívjunk. És ez a mostani felállás, ez most már elég erős. Horváth Cinti, aki másfél éve jött a zenekar, az ő a legújabb, de egyébként most már majdnem 8 éve együtt van ez a felállás most, úgyhogy nagyon erős és nagyon szoros a kapocs, úgyhogy nagyon remélem, hogy még sokáig így fogunk tudni együttműködni. A következő koncertetek a Műpában lesz majd szeptember 30-án, viszont két különlegessége is van ennek, mesélj erről egy kicsit. Igen, hát nagyon boldog vagyok, hiszen ugye már túl vagyunk egy lemezbemutatón, ami a Várkert Bazárban volt, itt a Celebration az új albumunkat mutattuk be, most viszont egy második ilyen ünnepi koncert, a 20 évnek a megünnepése következik, mégpedig az volt az ötletünk a MIPA szervezősével, hogy csináljunk a 2006-as albumunkból az Early Music, ami nagyon sikeres volt, ugye reneszánsz és barokk zenét dolgoztunk át, és ott volt egy nagyon kedves vendégünk, a híres katalán szoprán énekesnő Núria Rián, és most sikerült őt újra elhívni, ő lesz a vendégünk, és ezt az anyagot fogjuk előadni, illetve egy pici újdonsága is lesz, hiszen egy-két új dalt is választottunk, így én inkább úgy hívnám most ezt a koncertet, hogy annak az anyagnak egy picit az újra gondolása, úgyhogy lesz egy kis meglepetés, és hát sok szeretettel várunk mindenkit, ugye 30-án a Műpában. És ha jól tudom, az a másik különlegessége, hogy a fiad is fellép veletek. Ő már amúgy egyébként volt veletek színpadon, vagy most ez a debütálás lesz? A fiam volt velünk színpadon, igen. Nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy nagyon szép jövő elé áll, hiszen ő klasszikus zenész, ő zongoraművész, klasszikus zongoraművésznek készül, most az akadémián első éves dráfikálmához jár. Viszont van egy olyan fantasztikus adottsága, hogy eszméletlenül jól improvizál, és a klasszikus zenén belül, illetve kortárs improvizációkat fantasztikusan érzi, és most ez a reneszánsz és barokk anyaghoz is hozzá szól improvizációkban főleg.
Hol láthatunk majd még benneteket? Hiszen nagyon sokszor jártatok azért külföldre, gondolom ez most sajnos idén kimarad, viszont bízom benne, hogy Magyarországon azért lesznek koncertek. Hát természetesen a Celebration című új albumunkkal azért van országos turnénk. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen 4 évet támogat minket Magyarország egyik vezető olajtársasága, aminek nagyon, de nagyon örülünk, hiszen ez nagyon ritka dolog. Tehát lesz most nem annyi, amennyi szokott lenni, de a felét meg tudjuk csinálni. Illetve még van egy nagyon nagy boldogság, most így a zenekar életében végre megszületett egy nagy álmunk, nyílt egy új menedzsment iroda, és ez nagyon fontos a jazzben, mert hát talán egyedülálló, és most ennél a menedzsment irodánál vagyunk, az a neve egyébként, hogy Train Produkciós Iroda, ami egy fantasztikus új kezdeményezés, úgyhogy már itt is elkezdődtek a koncertszervezések, illetve azért a külföld is novemberben tervezünk egy nyugat-európai turnét, remélem, hogy addig... Reméljük, hogy addig le fog zajlani az úgynevezett második hullám, de reméljük, hogy nem lesz második hullám. Igen, pozitívak vagyunk, úgyhogy ilyen lesznek, tervek akkor vannak. Jó tervek. Nagyon szépen köszönöm, Én hogy eljöttél hozzánk. Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm.